Rendékoznánk egy kis anyaggal. Amit kaptok, az a gyülekezetnek a legfrissebb újsága. Vannak benne érdekes cikkek, illetve a gyülekezetről is néhány információ, amik velünk mostanában történtek. Olvasgassátok, ismerkedjetek velünk. Tehát, ahogy kezdtem, lesz ma egy gyerek bemutatásunk, illetve több olyan dolog is fog ma itt történni, amire még én sem számítottam, de legyenek ezek újdonságok, meg nem lövöm le a poént. Kezdjük azzal az Isten tiszteletünket, hogy hajtsuk meg a fejünket, és köszöntsük azt, aki miatt ma itt vagyunk. Drága mennyei atyánk, annyira hálás a szívem azért, hogy eljöhetünk a te házadba. Hálás a szívem azért, hogy felemelhetjük a te hatalmas nevedet, meghajthatjuk ma magunkat előtted, és kérhetjük a te áldásaidat. Istenem, összegyűltünk ma itt, és vágyunk arra, hogy megjelenj ma közöttünk, hogy megáldj bennünket, hogy megtapasztalhassuk, hogy te itt vagy, hogy ma is élő és ható mindaz, amit a Biblia rólad ír. És köszönjük, Istenem, hogy te nem hagysz el bennünket soha. Amen. Kérném a dicsőítő csapatot, hogy vezessenek bennünket Isten jelenlétébe. Mi is nagy szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Jézus nevében. Jó együtt lenni, jó ünnepelni mindig Istent és felemelni az ő nevét. És látom, már néhányan felálltatok, bátorítok benneteket, hogy álljunk fel, tiszteljük meg ezzel Istent, és így énekeljük ezeket az énekeket, hogy teljes szívünkkel azon vagyunk, hogy Isten neve legyen felmagasztalva, Isten neve legyen áldva. Köszönöm, hogy
látom minden pillanatban, csak róla szól az életem. Nem érdekel, hogy mit mond rám a világ, ő él bennem. Éneklik győzelmünk talán, nem számít már, hogy mit mond rá a világ. Ő él bennem, bátor már, megszabadított a rágot, életre hívott, megváltott, új vagyok teljesen, megváltott te engem. Hallgass az új nemzedéket, éneklik győzelmünk talán. Nem számít már, hogy mit mond rá a világ. Ő él bennem, bátor már, megszabadított a rágot. Életre hívott, megváltott, új vagyok teljesen. Ő él bennem, bátor már, megszabadított a rágot. Életre hívott, megváltott, új vagyok teljesen, megváltott engem. Megváltott, új vagyok teljesen. Ő él bennem, gátból már, megszabadított a rágot. Életre hívott, megváltott, új vagyok teljesen. Megváltott engem. Megváltott engem, szabad vagyok, ő él bennem. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy megváltottál bennünket. Hálásak vagyunk neked azért az életért, amelyet kaphattunk, az üdvösséget, Uram. Köszönjük neked, hogy meghaltál értünk a Golgotai kereszten. Köszönjük neked, Uram, és téged dicsőítünk, téged emelünk fel. Hálás vagyunk, Uram, mindazért a jóért, amelyel körülveszel bennünket. Köszönjük a te megtartó kegyelmedet. Köszönjük a te örökkévaló szeretetedet, Úr Jézus. Legyen a te neved áldva. Legyen a te neved felmagasztalva, Istenem. Halleluja. Nincs más név, mely által üdvözülhetnék. Kiben győzelmünk van, teljes szabadság, a békesség. Nincs más név,
ki előtt meghajolni. És csak hódolok neked, amíg a szívem megpihen, vajon ki ezt mehetné? Nincs más nép. Nincs más nép, mely által üdvözülhetnék. Kiben győzelmünk van, a teljes szabadság, a békesség. Nincs más nép, ki előtt meghajolni. Én csak fordulok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Mert Jézus neve egyedül felséges nép, keresztül az élet leárad felé. Csak őt hallhatom meg, hogy örök életem legyen, vajon kihez mehetnék? Hiszen nincs más nép. Mely által üdvözülhetnék, kiben győzelmünk van, a teljes szabadság, a békesség. Nincs más nép, ki előtt meghajolnék, és csak fordulok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Mert Jézus neve egyedül felséges nép, keresztül az élet leárad felé. Csak őt hallhatom meg, hogy örök életem legyen, vajon kihez mehetnék? Hiszen nincs más nép. Mert Jézus neve egyedül felséges nép, keresztül az élet leárad felé. Csak őt tartom meg, hogy örök életem legyen, vajon kihez mehetnék? Hiszen nincs más ebben az életben. Megismertelek azzal, mindent megnyertem. Örök az élet, s örök a nyár, ismerlek már. Örök az élet, s örök a nyár, nekem nem kell. Kincsem ebben az életben, megismertelek azzal, mindent megnyertem. Örök az élet, és örök a nyár, ismerlek már. Örök az élet, és örök a nyár, nekem nem kell rajtad kívül, nem kell más. A lelkemen az a jel, amit első érintésed égetett fel, szerelmeddel átírtad holnapot.
tár rám oly kincset, mit angyalok sem kapnak meg. Méltő hívtál, itt állok hát, Isten király trónjánál, és ént felém kicsebzett kéz, a megváltó karjába zár. Szívem váltást döfni át, a sátán bűnömmel kísért. Egy szó is gyászom szétedbe, mi pirítottak bűnünkért.
köszöntünk, megváltottál. Jézus vérén át bátran lépek hozzád, szent karjaid közt ott voltál. Itt állok most szomornál, nincs többünk, megváltottál. Jézus vérén át bátran lépek hozzád, szent karjaid közt ott voltál. Köszönjük, hogy te meghaltál értünk a Golgotai kereszten. És az van leírva a Szentírásban, hogy amíg te vissza nem jössz értünk, addig tudjunk mindig megemlékezni arról, hogy mit tettél értünk a Golgotán. Én köszönöm neked, Úr Jézus, hogy most megemlékezhetünk rólad. Megemlékezhetünk a te halálodról. Megemlékezhetünk a te áldozatodról, Istenem. Köszönjük ezt neked. És az a szívünk vágya, hogy tudjunk veled élő közösségben lenni. Köszönöm, hogy te megváltottál bennünket a bűneinktől, és szabaddá tettél minket, Uram. Az a szívünk vágya, Uram, hogy a te akaratod tudjon megvalósulni életünknek minden percében. És most, Uram, amikor imádkozom a kenyérért és a borért, arra kérlek téged, hogy áld meg ezeket a szent emlékeket, és add, Uram, hogy tudjunk megemlékezni arról, hogy mit tettél értünk. Tudjon megújulni a veled való szövetségünk, Istenem. Szükségünk van rád. Az élet minden pillanatában. Szükségünk van arra, hogy megtarts bennünket, és élettel vegyél körül. Erre kérünk téged, Úr Jézus, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Tisztíts meg minket minden hamisságunktól. Szentelj meg a te véreden keresztül, Úr Jézus. És mi neked adjuk a hálát, hogy téged dicsőítünk, Uram, azért, amit tettél értünk. Legyen a te neved felmagasztalva, Úr Jézus. Amen. Most pedig úrvacsorai rész fog következni az Isten tiszteleten. Az úrvacsorának a lényege az, hogy megemlékezünk Jézus Krisztus haláláról. Pál apostol mondja az első korintusi levélben, hogy valahányszor esszük a kenyeret, vagy isszuk a bort, hirdessük az Úr Jézusnak a halálát, amíg vissza nem jön értünk. Én hiszem, hogy közel van már az Úr Jézusnak a visszajövetele, és egy nagyszerű dolog az, hogy van lehetőségünk megújítani, megerősíteni a vele való szövetségünket. Ezt a kenyér és a bor elfogyasztásával tesszük meg itt a gyülekezetben. Aki szeretne velünk együtt úrvacsorázni, azt kérem, hogy maradjon állva. Aki pedig nem kíván élni az úrvacsorával, azt kérem, hogy foglaljon helyet. És megkérném Feri testvéremet, a Palit, illetve a Lacit, hogy segítsenek kiosztani az úrvacsorát.
Köszönjük, hogy életünk lehet, és köszönjük, hogy újra és újra megerősíthetjük a veled kötött szövetségünket. Köszönöm, Uram, hogy kifejezhetjük a mi hálánkat, lehet hangunk, Uram, kezünk, lábunk, szemünk, szánk, amivel tudunk téged dicsőíteni. Köszönjük ezt neked, Istenem, és az a szívünk vágya, hogy te áld meg az alkalmunk további részét is, a te kegyelmeddel és szereteteddel őrizd meg bennünket. Amen. Foglaljatok helyet. Még egyszer nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, és külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Balogh Ferenc testvéremet is, a Gödöllői gyülekezetnek a pásztorát, aki szeretné néhány szóban köszönteni a gyülekezetet, és az alkalom további részével is lesz majd még feladata. Köszönöm szépen! Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy újból közöttetek lehetek, és együtt örvendezhetünk Istennek a jelenlétének. Különleges alkalom, most már másodszor van ebben részem, hogy itt lehetek veletek a gyülekezetbe, ami azért is öröm, mert mindig van valami apropója ennek, legutóbb Attilának és Moninak a bemerítkezése, most pedig egy újfajta ünnepi alkalom, és nagyon jó emlékezni arra is, hogy valamikor 36 évvel ezelőtt itt indultam el ebben a gyülekezetben is, és tényleg átéltem Istennek a kegyelmét, átéltem azt, hogy Isten megszólít, és átéltem azt, hogy Isten elhív az ő szolgálatára. És nagyon jó erre visszaemlékezni, és hálás szívvel gondolni erre az eseményre. És nem csak mint egy eseményre, ami a múltban történt, hanem egy olyan folyamatnak a kezdetére, amely azóta is ott van az életemben, növekszik az életemben, és tényleg az elhívás, amiben Isten elhívott, még erősebben ott van, hogy vele járjak, szolgáljak őt, és egy ige van a szívemben, mikor megérkeztünk, akkor ezt az igét adta Isten a Filippibeli levélnek a negyedik részéből szeretnék egy pár igeverset felolvasni, az ötödik verstől. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű,
Ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És veletek lesz a békességnek az Istene. Két dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik, ahogyan ez ige szakasz kezdődik, ahogy Pál kijelenti, és ez határozott kijelentés, és azt hiszem, ez valaha aktuális volt, akkor most nagyon az, mégpedig az, hogy az Úr közel. És nem csak az Úr Jézusnak az eljövetelére gondolok itt, hanem az a közelség, amit Isten jelenlétében átéledsz. Az a vágya Istennek. Istennek az a vágya, hogy közel jöjjön hozzánk. És közel jöjjön, és egyre közelebb. És most, hogy úrvacsoráztunk, az van megírva az evangéliumokba, hogy Jézus nagyon vágyakozott a tanítványaival együtt vacsorázni, együtt elkölteni, és együtt étkezni, és a húsvéti bárányt együtt megenni velük, és közösségben lenni. Tehát ez az ige engem mindig nagyon megszólalt, hogy Jézus nagyon vágyott a tanítványaival való közösségre. És gondoljunk bele, hogyan Jézus vágyott akkor a tanítványokkal való közelségre, a közösségnek a megélésére, ugyanígy vágyik ma is. És ugyanígy fölajánlja a lehetőséget, és itt van, és ez egy kijelentés, ez egy tény, hogy az Úr közel, közel hozzánk, közel hozzád, és nagyon az van a szívemben, hogy bátorítsalak benneteket, hogy engedjétek, hogy Isten egyre közelebb kerüljön. És hiszem azt, hogy tényleg az a vágy, ami ott van a szívünkben, hogy Istennek a békessége, Istennek a jelenléte betöltse az életünket. Tudom, hogy mindannyian különböző helyzetekben, kihívásokban vagyunk. És Pál azt javasolja, hogy az aggodalmakat, a félelmeket cseréld föl valamire, a hálaadásra, és arra a megelégedettségre, amelyet Krisztusban megnyertünk, ami Krisztusban a tiéd, Krisztusban megkaptál. És én hiszem azt, hogy ez a valóság, ahogyan egyre inkább betölti az életünket, egyre inkább az Istennek a békessége, Istennek a jelenléte megerősödik, és tényleg újból és újból átélhetjük azt, hogy Jézus közelségének gyümölcse, következménye van. És azok a dolgok, azok a kihívások, amelyekkel talán nem tudunk nagyon sokszor mit kezdeni. Éppen pénteken az ima alkalmon egyik testvérem hozott egy igét, és nagyon megérintett, hogy az első keresztényeket úgy jellemzi a Biblia, hogy azok, akik segítségül hívják az Úrnak a nevét. Ez egy csodálatos dolog, ez a lehetőség. És én arra bátorítalak benneteket is, a gyülekezetet is, és mi most külön, talán ez az ige úgy a szívemben volt Attila meg Mónika felé, hogy nagyon engedjétek magatokhoz közel, mert én úgy gondolom, minden helyzet, ami áldásként is van egy gyermeknek egy születése a családban, nagy öröm és nagy áldás, de sokszor ott vannak talán bizonyos aggodalmak és félelmek, hogy mi lesz, hogy lesz. Egészségileg azok a hatások, amik a világban érik a gyereketeket, milyen következményekkel járnak. Én azt tudom nektek is mondani, amit itt Pál tanácsol, semmifelől ne aggódjatok, hanem a ti vágyaitokat, kívánságotokat megelégedettséggel és hálaadással tárjátok az Úr előtt föl, és Isten cselekedni fog, mert a mi Istenünk közel van, és egy cselekvő Isten. Halleluja. Bátorodjunk ebben. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönjük. Közben kicsit gondolkoztam azon, hogy sokan vagytok itt olyanok, akik most vagytok talán először gyülekezetben, és sok olyan inger ér benneteket, amelyekre nem készültetek fel. Erre nem is lehet felkészülni, pláne arra, ami még ezután fog jönni.
Nem egyszerű dolog az embernek, nem a megszokott hétköznapi életritmusával megegyező az, hogy eljön egy gyülekezetben, és a gyülekezetben hall Istenről, hall olyan dolgokról, amelyekről máshol talán nem szokott hallani. És picit szeretnék erről beszélni, hogy mi hívő emberek azért jövünk el gyülekezetben, mert megismertük a jó Istent, és azért is hívják Isten tiszteletnek, mert szeretnénk megtisztelni a jó Istent. Nem nagy dolog a mi jelenlétünk, de ez az, amit tudunk adni Istennek, saját magunk. Odaadjuk Istennek, és Isten számára pedig kedves az, amikor egy ember odaadja magát neki. És amikor énekeljük ezeket az énekeket, vagy éppen imádkozunk, szeretnénk minél teljesebben kifejezni azt, hogy mi hálásak vagyunk a jó Istennek. Nekem az egyik kedvenc igém, amit a Feri testvér felolvasott, hogy mindenkor háladással tudjuk Isten elé tárni a kívánságainkat. Mi nagyon sokszor szeretünk kérni, és valahogy a háláról elfelejtkezünk, pedig bőven van okunk a háladásra, van okunk miért kifejezni a hálánkat. Én beszélgettem a Gáborra, hogy mennyire jó lenne az, hogyha a gyülekezetben sokkal többen mondanák el a személyes bizonyságukat, mert történnek a hétköznapi életben. Lehet, hogy számomra egyszerűnek tűnik, vagy azt mondom, hogy inkább nem is akarom megosztani másokkal, mert ez olyan egyszerű egy-egy bizonyság, de higgyétek el, ezekre a bizonyságokra van szükség. A hétköznapi életből vett személyes élményekre, amelyeket az emberek átélnek, és hiszem azt, hogy minél közelebb kerülünk a jó Istenhez, annál több ilyen bizonyságunk lesz. Megtapasztaljuk azt, hogy ő gondot visel rólunk, megtapasztaljuk azt, hogy ő megállt bennünket, és hívő emberekként nekünk feltett szándékunk az, hogy az életünknek minden területe legyen a jó Istennek a kezében. Ezért is vagyunk egyrészt ma itt, nem csak azért, mert Isten tiszteletre jöttünk, hanem azért, mert lesz egy gyermekbemutatás is, illetve egy házasságkötésnek a megerősítése, ami már nem is tudom, hogy hány éve kötetett meg, jó néhány éve, de hisszük azt, hogy az életünknek minden területe kell, hogy a jó Isten kezébe legyen. És hisszük azt, hogy a lehető legjobb dolog, amit tudunk a gyermekünkkel tenni az, ha felemeljük a jó Istennek, és kérjük az ő gondviselését, az ő gondoskodását. Igazából szokatlan a mai magyar fülnek a bemutatás, a gyermek bemutatás, inkább a keresztelőre szoktak elmenni az emberek, és nem fog most hosszasan belemenni a történelembe, de praktikus okok miatt átalakították a bemerítkezésnek a szokását keresztelésé. Ez könnyen visszakövethető a történelemben, de a Szentírásban, a Bibliában sehol nem találkozunk azzal, hogy csecsemőket vagy picin gyermekeket kereszteltek volna meg, hanem minden esetben felnőtt emberek döntöttek úgy, hogy ők szeretnék Istent választani, Isten útján akarnak járni, és ennek a döntésnek mint egy megpecsételése volt az ő bemerítkezésük, vagy magyar szóval keresztségük. És egy újszülött csecsemő gyermek még képtelen megkülönböztetni jót és a gonoszt. Képtelen ezt a döntést meghozni, hogy ő Isten gyermekévé szeretne válni, de én hiszem azt, hogy ha a szülők felajánlják a gyermeküket a jó Istennek, ahogy például Jézus Krisztusnak a szülei Jézust felajánlották, bevitték a templomba bemutatni Istennek, és Isten áldását kérték, akkor a lehető legjobbat teszi a szülő a gyermekkel, amikor Isten kezére bízza. Mert Isten gondot is fog viselni a gyermekről, és a szülők az ő szeretetük által el tudják azt érni, hogy a gyermeket Isten útján nevelik, de a döntést a gyermeknek kell majd meghozni. És nagyon fontos rész lesz az, amikor fogunk imádkozni nem sokára a gyermekért, és kérjük rá Istennek az áldását, de még előtte fog következni az a szakasz, amikor kérjük a házasságnak az úgymond megerősítés Isten által, mert vannak a polgári törvények, szabályok alapján olyan kötelezettségek alá kell írni, házassági anyakönyvi kivonat, stb. De hisszük azt, hogy a leglényegesebb a házassággal kapcsolatosan is, hogy a jó Isten kezébe legyen lehelyezve. A férj és a feleség, a döntéseink, a gondolataink, és szeretnénk, ha egy ilyen módon el tudnának most mondani Attila és Móni egy fogadalomtételt, amelyel odaszánják magukat még inkább, nem mintha idáig nem szánták volna oda magukat egymás szeretetére, mert egy szerető párként ismertük meg őket, de szeretnénk, hogyha itt a gyülekezet és Isten előtt tudnának egy megvallást tenni, hogy ők az ő életüket, házasságukat, gyermekeiket Isten kezébe helyezik, utána fogunk értük imádkozni, és akkor utána fogunk a gyermekért is imádkozni. Kérlek, hogy gyertek előre! Tehát én fogom mondani a szavakat, te pedig mondd majd utána. Megkérem a gyülekezetet is, hogy álljunk fel megtisztelve ezzel az ifjú párt. Én Bús Attila kijelentem. Én Bús Attila kijelentem. Az élő Jézus Krisztus nevében. Az élő Jézus Krisztus nevében.
Hogy Mónikát, aki mellettem áll, szeretem. Hogy Mónikát, aki mellettem áll, szeretem. Szerelemből veszem előtt feleségül. Szerelemből veszem előtt feleségül. A Szentlélek vezetése alapján. A Szentlélek vezetése alapján. Hozzá hű leszek. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele tűrök. Vele szenvedek. Vele szenvedek. Őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem boldogtalan állapotában. Holtomig vagy holtáig. Hűtlenül el nem hagyom. Hanem egész életemben. Hűséges gondviselője leszek. És soha nem akadályozom őt abban. Hogy Istennek szolgáljon. Gyermekeinket. Isten akarata szerint nevelem. Róluk. Isten szeretetével gondoskodom. Mindez Istennek erejét. És áldását kérem. Amen. Én Váradi Mónika kijelentem. Az élő Jézus Krisztus nevében. Hogy Attilát, aki mellettem áll, szeretem. Szerelemből megyek hozzá feleségül. A Szentlélek vezetése alapján. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele szenvedek. Őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Holtomig vagy holtáig. Hűtlenül el nem hagyom. Hanem egész életemben. Hűséges segítőtársa leszek. És soha nem akadályozom őt abban. Hogy Istennek szolgáljon. Gyermekeinket. Isten akarata szerint nevelem. Róluk. Isten szeretetével gondoskodom. Mindehez Istennek erejét. És áldását kérem. Amen. És megkérem a fejét, hogy imádkozzon értük. Halleluja. Drága mennyatyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy itt lehetünk, és hálásak vagyunk neked azért, hogy Mónika és Attila az ő szívükben még inkább elköteleződtek és elpecsételték azt a döntést, amit évekkel ezelőtt meghoztak, hogy együtt élnek egy házasságban, a te kegyelmedben, a te jelenlétedben. Most ez megerősíthetik, és én kérlek téged, hogy az az elkötelezettség, az a döntés, amely az ő szívükben megszületett, megerősödött, az áthassa az ő életüket, az ő hitüket, gondolkodásukat, cselekedeteket. Kérem a te szeretetedet, hogy a te szeretetettel töltsd be az ő életüket, Uram, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok döntés és elhatározás, hogy szeretjük egymást, igazából csak a te szereteteddel válhat igazán valósággá és lehetségessé. Imádkozom ezért a szeretetért, hogy ezzel a szeretettel töltsd be az életüket. Imádkozom a te áldásodért, hogy a te áldásoddal vedd őket körbe. Imádkozom Attiláért, hogy valóban, mint férj, föl tudja vállalni még inkább a családnak a felelősségét, erősítsd meg az ő kezeit, az ő lábait, az ő életét, az ő szívét, az ő hitét, és köszönöm, hogy Mónikát is te töltöd be a te szereteteddel, azzal a kedvességgel, amivel megajándékoztad őt, mint feleséget, és mi imádkozunk az ő gyermekeikért, hogy még jobban megismerjenek téged, és átéljék, és megtapasztalják a családban a te szeretedet, a te jelenlétedet, és valóban megáldalak benneteket a Jézus Krisztus nevében, hogy a ti életetek legyen valóban az Istennek az áldásában, legyetek világító szövétnek ebben a világban, és hirdessétek az Istennek a kegyelmét, az Istennek a szeretetét, hirdessétek abban a szövetségben, abban a házasságban, amelyel éltek, mint valódi bizonságként arról, hogy a házasságot Isten szerezte, és Isten építi föl a ti életetekben, és valóságosan működik az Istennek az elfogadó agapé szeretete az életetekben, családotokban. Hirdessétek ezt a ti megvallásotokkal, a ti életetekkel, a ti szeretetekkel Jézus dicsőségére.
Amen. 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 És most megkérem, hogy a picit is hozzák előre. Jöjjön előre, így van. Kihetem a drágát. Szia, papa. Mindenható Istenem, te, aki az életet szerezted, hálásak vagyunk neked, azért, hogy gondviselő jó atyánk vagy. Köszönöm neked ezt a csöpséget, Uram, aki megszülethetett egészségben. És arra kérlek, Úr Jézus, hogy te legyél az, aki megáldod az ő életét. Te legyél az, aki gondot viselsz róla életének minden pillanatában. Kérlek, te adj neki jó egészséget, Úr Jézus. Add, hogy tudjon egészségesen felnövekedni. És kérlek őt, Uram, áld meg szellemileg, áld meg értelmileg, Uram, hogy tudjon minden tekintetben előre haladni és növekedni. Kérlek, add, hogy tudjon téged egész fiatalon megismerni, és tudjon valódi életközösségben élni veled. Legyen a te áldásod az életén, Uram. Add, hogy ő tudjon példa lenni az ő környezetében, tudjon engedelmes és jó gyerek lenni. Kérlek, áld meg az éjszakáit, Uram, áld meg az ő táplálkozását. Vágyom arra, Uram, hogy a te szereteted mutatkozzon meg ebben a gyönyörű gyermekben, és a te neved dicsőjön meg rajta keresztül. Köszönjük őt neked, és neked ajánljuk őt, jó atyám, és arra vágyunk, hogy a te szereteted mindig legyen ott vele, és tartsd meg őt, Úr Jézus. Amen. Amen. Drága mennyei atyám, én nagyon hálás szívvel jövök hozzád, Uram, és nagyon köszönöm neked az én családomat, és köszönöm neked, Uram, azt, hogy meghallgattad az imáinkat, és megáldottad a mi életünket ezzel a csöpséggel, és nagyon köszönöm neked, Uram, azt, hogy végig voltál velünk a terhesség alatt, a születésénél, és most arra kérlek, Uram, hogy te áld meg az ő életét, a te kezedbe ajánlom őt, hiszen tudom azt, hogy te nálad van a legjobb helyen, és ha te gondoskodsz róla, akkor semmi problémája nem lesz az életben, Uram. Kérlek arra, hogy tégy minket olyan szülőké, akik meg tudjuk neki mutatni a te utadat, a te utadon tudjuk őt vezetni, és hogy nyisd meg az ő szívét, hogy megtapasztalhassa ő is a te szeretetedet, Uram. Erre kérlek téged, Jézus Krisztus nevében, amen. Amen. Hálás vagyok, hogy itt lehetünk előtted, és ide hozhattuk ezt a kislányt, és hálás vagyok az életünkért, és mindenért, amit tőled kaptunk, és hogy ennyi várakozás után, te két fiú után megajándékoztál minket a mi vágyunkkal, Uram, és hogy kérlek téged, hogy te segíts minket a gyermekeinket fölnevelni, és hogy a te utadon tudjuk őket vinni, és te legyél az ő vigyázójuk, Uram. Amen. Amen. Gyülekezet nevében szeretnénk benneteket megajándékozni, és Isten áldását kíván az életetekre. Kérem a kedves gyülekezetet, hogy foglaljunk helyet. És most jön egy nagyon hosszú rész, amikor én prédikálni fogok. És lehet, hogy tényleg így van. Igazából nagyon nem tudtam, hogy miről, meg hogyan kellene beszélnem. És egész hasonló gondolatok voltak bennem is. Azzal kezdte a Feri, hogy az Úr közel. És ha Lukács evangéliumánál kinyitjátok a Bibliátokat a 17. résznél, a 20. versnél
arról szól a történet, hogy a farizeusok megkérdezték Jézus Krisztustól, hogy mikor fog eljönni Istennek az országa, és Jézus pedig így válaszolt. Az Isten országa az nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, hogy ími itt van, vagy ími amott van, mert ími az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak, eljön az idő, amikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd nektek, ími itt, vagy ími amott van, de ne menjetek el, és ne kövessétek, mert aminként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az ember fiának is, fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie, és megvettetnie nemzetségtől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, mindam a napig, amelyen Noé a bárkába bement. És eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Az a nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le úgy, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Két asszony őről együtt, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén mondának néki, hol uram? Ő pedig ezt mondta nekik, ahol a test, oda gyűlnek a saskesejük. Amikor az utolsó időkről beszélünk, a világ végéről, az embereket általában félelem szokta a markába keríteni. Nem régen volt 2012, amikor a Maja naptár éppen véget ért, és egy világhisztéria volt. Vagy ha emlékeztek 2000-ben, amikor volt a 2000-es évforduló, és lehetne sorolni, néhány évente vannak ilyen újabb világvége proféciák, vagy most volt éppen nem régen a holdfogyatkozás, egy vérhold, és mondták, hogy ez így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Úgy tűnik, hogy nem történt még semmi különleges dolog azóta, bár lehet, hogy lemaradtunk róla, de azért bízom benne, hogy nem. De általában az emberek félnek a világ végétől. Félnek attól, amikor valaminek vége szakad. És olyan elgondolkodható, amikor Jézus Krisztus beszél erről, hogy ez hogyan és miként fog előjönni. Természet tanít bennünket, itt azt olvassuk a villámlásnál. Szokták mondani, hogy még nem látod, már nem látod, és közte volt a villámlás. És egy hirtelen esemény az, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni. Egy szempillantásnyi esemény az, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, de erre van időnk és lehetőségünk felkészülni, még a mai napon is. És egy nagyon fontos dolog az, hogy Istennek az országa, az mi bennünk van. És mi sokszor, amikor Isten országáról beszélünk, akkor rögtön asszociálunk a mennyre. Isten országa az a mennyország, de én úgy gondolom, hogy ez teljesen csak részben igaz. Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy Isten országa az nem szemmel láthatólag jön el, hanem az bennünk van, bennünk kell, hogy legyen, és ez minden ember számára itt ezen a mai napon megtapasztalható. Istenről azt mondja a Biblia, hogy nem személyválogató, Istennek a vágya, akarata az, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. A megtérésnek a görög szava az szó szerint azt jelenti, hogy az ember meggondolja magát, megváltoztatja a gondolkozás módját, és ezt már biztos, hogy ti is tapasztaltátok a személyes életetekben is, vagy láttátok másoknál, amikor az emberek meggondolják magukat. Eddig MSZP-s volt, most Fideszes lesz, Fideszes volt, LMP-s lesz, lehetne sorolni, meggondolja magát, és utána ugyanolyan harciasan tud egy másik párttal előre menni, mint az előzővel. És nagyon sok esetben látjuk az embereknél is, hogy esetleg homlok egyenest másfelé mennek sok esetben. De tudjátok, a kereszténység is valahogy erről szól, hogy mentem egy irányban, és utána egy egészen másik irányba fogok menni. Ami eddig érték volt, ami eddig fontos volt a számomra, egészen más lesz az értékrend. És itt, amikor beszél Noénak meg a Lótnak a napjairól, konkrétan erről beszél, hogy milyen értékrendje van az embereknek. Tudjátok, sem az evés, sem az ivás, sem a házasság, vétel, eladás, ezek alapvetően nem bűnös cselekedetek. Ezeket nem károsztatni kell, hogy hát akkor nem szabad enni, inni, venni, adni, ültetni, építeni. Ezek jó dolgok. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy a hétköznap életnek ezek részei. De tudjátok, nagyon fontos az, hogy mi alkotja az életednek a gerincét. Mi a legfontosabb az életedben. Van egy másik példázat, amit most nem fog felolvasni, ahol Jézus Krisztus konkrétan beszél egy királyi mennyegzőről, ahol van egy király, aki
megszervezett egy nagyon-nagyon jó esküvőt, egy nagyon jó megnyegzőt is. Sok-sok vendéget, barátot, ismerőst meghívott, és azt vesszük észre, hogy ezek a vendégeknek nem volt kedvük elmenni. Lehet, hogy sok esküvőn voltak az elmúlt időszakban, és éppen fogyókúrázni akartak, vagy éppen nem volt szimpatikus a meghívó, de nem mentek el. Mindenféle kifogást találtak. Éppen ökröket vettem, ki kell próbálnom, szántóföldet vettem, éppen most nősültem. Konkrétan ugyanazok, amik itt le vannak írva. A hétköznapi életnek a dolgai. Azt mondja itt az ige, hogy emlékezzünk meg a Lótnak a feleségére. Tudjátok, mi volt Lót feleségének a bűne? Kíváncsiak, mi a véleményetek? Mi volt a bűne? Azt, hogy visszanézett? Azt mondja a Biblia, hogy visszanézett, és ezért sóbálvánnyá vált. De miért nézett vissza ez a nő szerintetek? Hiányzott neki az, amit ott hagyott. Hiányzott a háza, hiányzott a kertje, hiányoztak a szomszédok, meg esetleg kíváncsi is volt, hogy mi fog történni, de a szíve az ott maradt abban a városban, ott maradt Szodomában. A Ninive embereknél is a legnagyobb probléma az volt, hogy az életüket ezt töltötte ki, ettek, ittak, adtak, vettek, házasodtak, és nem gondoltak Istennel, nem foglalkoztak Istennel, és én azt látom, hogy a mai napon konkrétan ugyanilyenné válik a társadalom, hogy csak a hétköznapi dolgok az igazán lényegesek. A hétköznapi szükségletek. Régebben a rómaiaknál arra volt szükség, hogy cirkuszt és kenyeret kapjon a nép, ha ez megvolt, boldogok voltak a római emberek. Teljesen mindegy, hogy milyen nyomorban tartották őket, teljesen mindegy, mennyi nehézség volt, vagy mennyit kellett harcolni, de szórakoztatták, meg etették őket, másra nem is volt szükségük. A mai világban én azt látom, hogy pontosan ugyanefelé halad a társadalom. Az emberek szórakoztatásra vágynak, meg arra, hogy táplálják őket, és nem akarnak máson gondolkozni. Ezért van az, hogy olyan ritkán vannak emberek gyülekezetben vagy templomban, mert itt se nem szórakoztatják, se nem etetik őket, bár most éppen ellenkezője lesz, mert étkeztetés lesz majd a végén. De igazából nagyon fontos dolog az, hogy Istennek az országa az nem evés, nem ivás, hanem a Szentlélek által való öröm. És hiszem azt, hogy Isten többre hívott el bennünket, mint arra, hogy együnk, meg hogy szórakoztassanak bennünket. Megebédelünk, leülünk a tévé elé, utána megyünk aludni, és ki van pipálva a vasárnapi program. Tudjátok, nagyon sok ember így éli az életét. Nem tudom, hogy pontosan így van-e még, de egy néhány évvel ezelőtt néztem egy statisztikát. Magyarországon átlag naponta 4,5 órát néznek televíziót az emberek. Szerintem az nem kevés idő. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, vannak, akik többet, vannak, akik kevesebbet, de 4,5 óra az több, mint egy fél műszak a munkahelyen. Csak arra, hogy az ember tévézzen, úgymond kikapcsolja az agyát, ne kelljen törődni férjel, feleséggel, munkahelyel, gyerekekkel, csak éppen engem szórakoztassanak, éppen én jól érezzem magam. És ebből komoly iparágok fejlődtek ki, nagyon sok ember megél abból, hogy másokat szórakoztat, nagyon sok ember megél abból, hogy másokat etet, és minél jobb, minél több, minél nagyobb kajákat, és a magyar nép ebben szerintem egészen élen jár, és magával az étkezéssel, higgyétek el, semmi probléma nincs. Sőt, ha megnéznénk a Filippi levélnek a többi részét is, sokat beszél arról Pál apostol, hogy mindenkor kell, hogy tudjunk örülni. Legyünk boldog emberek, tehát a szórakoztatással sincsen semmi baj, hogyha az ember jól érzi magát. Istennek a vágya, akarata az, hogy minden egyes ember vidám, boldog és teljes életet tudjon élni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Isten direkt szórakozásból elvesz minden jót az emberektől, és kuncog azon, hogy mi szenvedünk, mi kínlódunk. Isten nem ilyen. Istennek az akarata és terve az, hogy boldog, teljes és megelégedett életet éljünk. És tudjátok, a leglényegesebb dolog az, hogy Isten tudja azt, hogy hogyan lehetünk boldogok. Isten ismer bennünket teljes egészében, tudja azt, hogy mi az, amire szükségünk van, és ő a legjobbat akarja nekünk adni. És mi nagyon sokszor nem várjuk meg a legjobbat, hanem megelégszünk a középszerűvel. Megelégszünk azzal, amit mi magunk meg tudunk csinálni. Én is értek hozzá, majd én boldoggá teszem magam. Majd én keresni fogom a boldogságot, és sokszor az emberek találnak is valamilyen boldogságot, de köszönő viszonyban nincs azzal a boldogsággal, amit az élő Isten akarna az embereknek adni. Összehasonlíthatatlan az Isten adta öröm, meg az ember szerezte öröm. Sem pénz, sem vagyon, sem étkezés, feleség, férj nem tud téged olyan boldoggá tenni, mint amikor kapcsolatban vagy Istennel. És itt azt olvassuk, amit Jézus mondott, hogy Istennek az ország az nem szemmel láthatólag jön el, hanem bennünk van. És igazából ez megint egy ország bennünk, ilyen diszonáns gondolat, de higgyétek el, Isten azt akarja, hogy az ő országa az tudjon kiteljesedni bennünk ezzel a gondolkozásmóddal. Ahogy tényleg kitisztul az elménk, kitisztul az agyunk, kitisztul mindenünk, a szellemünk, és fel tudunk frissülni. Éppen a 2 héttel ezelőtt voltunk egy nagyon jó túrán,
3-4 napon keresztül együtt voltunk, és tudjátok, bár fizikálisan elfáradtam, de szellemileg teljesen felfrissültem meg a gondolataimban is. Rendkívül szép volt a táj, nagyon jó volt a közösség, jó volt együtt lenni, és azt vettem észre, hogy fizikálisan is hasznomra van ez az egész. Jó dolog kint lenni a természetben. Nem tudom, hogy mikor kirándultatok utoljára, higgyétek el, sokkal jobban megéri 2 órát kirándulni, mint egy filmet megnézni. Sokkal-sokkal többet fog tudni nektek nyújtani. Mert ha este megnézek egy filmet, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én általában úgy vagyok vele, hogy azon gondolkozom, azon agyalok, az jár a fejemben, felvillannak képek, vagy ha éppen mit tudom, én passziánszoztam este, akkor rögtön rakozgatnak a kártyalapok az álmomba. Tehát nem jó dolog az embernek ilyennel megtölteni az agyát, mert ezen fog forogni az elméje. Viszont amikor kim vagy a természetben, megüresülsz belülről, fel tudsz frissülni, vagy éppen amikor Istennek az igéjével foglalkozol, Istennek az országa el tud kezdeni növekedni benned. És el tudsz kezdeni boldog emberként élni. Tudjátok, jó néhány pici gyermek van most a gyülekezetünkben, meg az Úr kegyelméből fog is még néhány születni. Ez egy nagyon nagy ajándék, és egy nagy lehetőség, hogy ezek a gyermekek egészséges módon tudjanak felnőni. Egy egészséges környezetben. Én amikor keresztény váltam, megtértem, nekem egy más helyzetem volt, mert én úgy nőttem fel, hogy gyülekezetben voltam. Nekem nagypapám lelkipásztor volt, és mindig ott voltam a gyülekezet környezetében. Mindig hallottam Istenről, mindig tudtam Istenről, és amikor voltunk egy-egy ifjúsági konferencián, mindig olyan zavarban voltam, amikor jött egy-egy fiatal, aki néhány évet ért meg, és beszélt a múltjáról, hogy milyen gazemberségeket csinált. És akkor, amikor rajtunk volt a sor, hogy tegyél bizonyságot, hát... Éltem, megtértem, és szeretem az Úr Jézus, de nem csináltam semmi ilyesmit. Tehát majdnem sokszor, amikor, és többen voltunk így, akikkel beszélgettünk, majdnem szégyeltük magunkat, hogy mi senkit nem vertünk meg, senkit nem ütöttünk le, nem raboltunk, vagy bármi ilyesmi, mert hát milyen bizonság az, ahol semmi jó kis bűn nincsen, amivel nem lehet csámcsogni. Nagyon sokszor így gondolkozik az ember, és egyszer hallottam egy embernek a bizonyságát, aki beszélt erről, és szintén nehéz háttér, zűrös háttérből jött, és ő mondta el azt, hogy sok fiatal volt ott, általában nagy részük keresztény háttérből származó, és mondta, hogy ti nem tudjátok azt, hogy mekkora kiváltság az, hogy keresztény gyülekezetben tudtatok felnőni. És hogy nem értek benneteket azok a negatív ingerek, hogy nem kellett átélni annyi nyomorúságot, mint nekem. És pont ezen gondolkoztam el, hogy ez egy mekkora nagy ajándék az, hogy nekem nem kellett azon átmenni, mint amin nagyon sok ember átmegy. Tudjátok, én hiszem azt, hogy nekünk nem kell átélni kínlódást, szenvedést és keserűséget ahhoz, hogy megismerhessük Istent, de mégis nagyon sok esetben kínlódások és nyomorúságok árán kerülünk Istenhez közelebb. Amikor jön egy betegség, jön egy tragédia, meghal valaki, az emberek rögtön elkezdenek Istenen gondolkozni. Vagy éppen Isten segítségét kérik, vagy éppen Istent vádolják, de akkor valahogy eszükbe jut Isten, pedig ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, én hiszem, hogy Magyarországon egy áldott helyzetben vagyunk, békében vagyunk. Tudunk enni, inni, venni, adni, építkezni, bármit meg tudunk tenni. Ez egy áldott helyzet. Én nagyon vágyom arra, hogy ebben a helyzetben tudjuk a Jóistent keresni. Ne akkor, amikor jön a baj, ne akkor, amikor nehézségek vannak, hanem most, amikor működik az életünk, keressük az Istent. Most, amikor egészséges a házasságunk, forduljunk oda Istenhez, és tegyük le Isten kezében. Most, amikor megszületett az egészséges babánk, tegyük oda Isten kezébe. És ne akkor, amikor már baj van, ne akkor, amikor már nehézség van. Én nem mondom, hogy akkor késő lesz, de lehet, hogy akkor már késő lesz. Azt mondja a Biblia sok helyen, nagyon sok helyen idézi, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma van lehetőségünk jó döntést hozni, és ez csak rajtunk múlik. És nagyon fontos az, hogy Isten soha senkit nem kényszerít. Szokták kérdezni emberek, hogy miért van annyi nyomorúság, nehézség, ha Isten létezik, ha Isten jó, akkor miért történnek ezek a dolgok az életünkben? És tudjátok, én hiszem azt, és meggyőződésem az, hogy azért van ennyi probléma, azért van ennyi nehézség, mert Isten szeret bennünket, és lehetőséget ad nekünk arra, hogy azt csináljunk, amit akarjunk. És a lehetőséget azt tudjuk jól is használni, illetve vissza is tudunk élni a lehetőségekkel. És azt látjuk, hogy az emberiség rendszerint újra és újra visszaél az Isten adta jogokkal, visszaél a szabad akarat adta jogokkal, és nagyon-nagyon sok kárt okoz, nem csak saját magának, hanem az egész környezetének is. Én úgy gondolom, hogy innen származnak a nyomorúságok. Az emberek maguk okozzák a nyomorúságokat, és lehet, hogy nem közvetlenül te, lehet, hogy te csak szenvedője vagy más emberek gazemberségeinek, de én hiszem azt, hogy amióta bejött a bűn a világba, bejött a bűn az emberek természetébe, azóta ez a romlás megállíthatatlan. Egyetlen egy módon tud megállni ez a romlás, hogyha valakinek a szívébe Isten országa elkezd uralmat venni.
Amikor valaki úgy dönt, hogy igen, én szeretnék keresztényé válni, nem vallásos emberré, nem fanatikus emberré, hanem olyan emberré, aki rájön arra, hogy neki szüksége van Istenre. Rájön arra, hogy igen, az én életem bár lehet, hogy jól működik, de jobban is működhetne, vagy lehet, hogy bajban van, és szeretném megváltoztatni, de rájöttem arra, hogy van valaki, aki ezt meg tudja változtatni. És van valaki, aki teljessé tudja tenni az én életemet. Én hiszem, hogy nekünk egy ilyen Istenünk van. És kell, hogy tudjunk meghalni a saját vágyaink számára, hogy ne a saját vágyaink irányítsanak bennünket. Ne legyen igaz a Nietzsének, aki azt mondta, hogy az ember az ösztön lény, és az ösztönei vezérlik, mert én hiszem, hogy ez az, ami bennünket nagyon-nagyon megkülönböztet az állatvilágtól, hogy mi nem ösztönlények vagyunk, hanem tudunk dönteni jó és rossz között. Van lehetőségünk megfelelő döntéseket hozni, és aki erre hivatkozik, hogy ösztönlény, az szeretné a saját felelősségét elodázni, aki az evolúcióval van kapcsolatban, nagyon sok esetben konkrétan csak azt szeretné elérni, hogy őt ne vonják felelősségre. Mert hogyha az egész a természet és a véletlen, meg stb. Egybe fonódásából van, akkor én nem vagyok felelős semmiért. De ha van egy Isten, aki engem megteremtett, és adott nekem lehetőséget a döntésre, és a döntéseimért én vagyok a felelős, akkor minden felelősség engem terhel. És én úgy hiszem, hogy ez a valóság. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Felelősséggel tartozunk férjünkért, feleségünkért, gyermekeinkért, munkahelyünkért, a közösségért, ahol vagyunk, legyen az egy szülői munkaközösség, legyen az egy gyülekezet, felelősséggel tartozunk, és nagyon-nagyon-nagyon sok minden múlik rajtunk. Szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál gyarat, nekem meggyőződésem, hogy egy fecske is tud nyarat csinálni. Nekem meggyőződésem, hogy Isten országában egyetlen egy ember is tud nagyon-nagyon sok mindent megváltozni. Mai világban nagyon sokszor mondják, hogy csapatban kell dolgozni, és én ezt aláírom, ez igaz, csapatban kell dolgoznunk, de az egyén felelőssége az nem kiváltható semmilyen módon. Én felelősséggel tartozom. És lehet azt mondani, hogy ilyen olyan a gyülekezet, azért nem halad a gyülekezet, mert ilyenek a tagok. Tagok azt mondják, azért nem halad a gyülekezet, mert ilyen a pásztor. Lehet oda visszamutogatni, nekem személy szerint van felelősségem. És az én felelősségemmel kell, hogy foglalkozzak, ne a másikért. És lehet azt mondani, hogy Magyarország így vagy úgy áll, de megint nekem van lehetőségem arra, hogy ne tegyek rosszat, hogy jogkövető legyek, hogy mit tudom én, ne dobáljam el a szemetet. Tudjátok, jó néhány évvel ezelőtt még akkor kezdtem el a főiskolát, mondjuk azt, hogy nem voltam annyira környezettudatos. Mentünk vonattal fel Sátorójóhelyből Budapestre az iskolába, és csak egy ilyen megszokott mozdulattal, amikor megittem az üdítésdobozt, ki akartam vágni az ablakon, és ült velem szemben egy vadidegen lány, és rám kiáltott, hogy ne tedd, majd én inkább elviszem és kidomom a szemétbe. És annyira egyrészt meglepődtem, utána meg is szégyenültem, hogy egy vadidegen nem engedte, hogy én szemeteljek, és azóta bennem van, hogy mennyire fontos az csak ennyi, hogy elvigyem a szemetet egy kukáig. És azóta sokszor volt ez az eszemben, és nem dobtam ki azóta sem ablakon szemetet semmilyen módon. Ez fontos dolog, hogy az ember tudjon elkezdeni ezen változni, és hogyha szembesül valamivel, amiben ő más, amit nem jól csinál, azt akarja jól csinálni. És én ezért nagyon hálás vagyok, nem ismerem azt a lányt, azóta se találkoztam vele, de hálás vagyok neki, hogy ő ilyen módon figyelmeztetett, és hiszem, hogy Isten volt, aki eszközként használta őt. És nekem volt lehetőségem arra, hogy akkor is kidobjam, és röhögjek egyet az egészen, vagy pedig változtassak. Az én döntésem az, ami meg tudja változtatni a világot. Én ezt hiszem. És hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy mi a mi személyes döntéseinkkel a saját életünket tudjuk megváltoztatni. Annyiszor szeretnénk másokat megváltoztatni. Annyiszor szeretnénk, hogy a feleség az ne így viselkedjen, a férj az azt csinálja. Hámori Attila barátom szokta ezt mondani, hogy hány százalék esélyed van megváltoztatni a párodat. És akkor mindenki különböző százalékokat mond, azt mondja, hogy 0% esélyed van. Egy gyakorlott férj az már tudja, hogy ez így van. De utána azt mondja, hogy hány százalék esélyed van arra, hogy megváltoztass saját magadat, arra pedig azt mondja, hogy 100% is. Ez megint egy olyan gondolat, amire sokszor elgondoltam, hogy nekem minden esélyem megvan arra, hogy én megváltozzak. Nagyon kevés esélyem van, 0 esélyem van arra, hogy másokat megváltoztassak. Tehát akkor nem érdemes meddő dolgokkal foglalkozni, inkább kezdjek el én változni. És rajtam keresztül lehet, hogy mások is megváltoznak. Az én példám lehet, hogy ragadós lesz. És amikor Istennek az országáról beszélünk, ami bennünk van, én hiszem, hogy pont erről beszélünk, ahogy Isten elkezd átformálni bennünket. És nem az evés-ivás, nem az evilági dolgok, a házunk, az autónk, legyen az bármilyen jó, fogja lekötni az életünket,
hanem az élő Istennel fogunk foglalkozni, és emellett vígan lehet házad, vígan lehet autód, lehet enni, lehet inni, lehet házasodni, ezzel semmi gond nincs, de legyen az életed középpontjában Isten. Mert hogyha kiveszik az ételt, kiveszik az italt, kiveszik a házat az életedből, és ezek voltak az alapja az életednek, az életed alapjaiban fog összeomlani. Tudjátok, a gazdasági válságoknál, problémáknál ez a legnagyobb baj, hogy az emberek az egész egzisztenciájukat, mindenüket a pénzre alapozták, és amikor jön egy nagy infláció, jön egy nagy nehézség, az életük omlik össze. Holott ugyanannyi lehetőségük van, semmivel nem lettek kevesebbek, az összes ruhájuk még lehet, hogy megvan, lehet, hogy még benzin is van az autóban, csak éppen amire ő építkezett, az összeomlik. De hogyha te az élő Istennel vagy szoros kapcsolatban, bármilyen nehézség, bármilyen próba jön az életedben, ez a kapcsolat meg tud maradni. És Isten vissza tudja hozni mindazt, amit elvesztettél, még sokkal többet is vissza tud hozni, de ez megint nem lényeges, ez egy úgymond melléklet. Az, hogy te hogyan éled az életedet fizikális módon. Isten számára az igazán fontos az, hogy a szellemeddel hogyan élsz, mert közel van az az idő, amikor az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, hirtelen fog ez bekövetkezni, és én őszintén vágyom arra, hogy ez ne meglepetésként érjen bennünket, legalábbis ne egy rossz meglepetésként, biztos meg fogunk lepődni, de ez lehet egy jó meglepetés is. És én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy ez egy jó meglepetés legyen a számunkra, egy olyan meglepetés, amire már vártunk. Tudjátok, megint egy olyan érdekes dolog, csak beszélnek arról, hogy lesz egy újabb része, mondjuk például a Star Warsnak, azt hiszem jövőre lesz egy újabb része, és már agyalgatnak az emberek rajta, hogy mi lesz, hogy lesz, ki fogják hirdetni, biztos vagyok benne, hogy mikor lesz a premier, már előtte két héttel el fog fogyni minden egyes jegy, mit tudom én, 4-5 napra, mert az emberek kíváncsiak, sőt, akik premier előtt nézhetik meg, azok meg külön boldogok lesznek, holott egy vacak film, amit egy néhány hét múlva ki lehet kölcsönözni, meg lehet nézni unásig, de az emberek odaszánják magukat ilyen dolgokra is, vagy a Harry Potter könyveknél éjszaka ott voltak az emberek és vártak, vagy megjelenik egy új iPhone, és várnak a bolt előtt, hogy hajnalba ővék lehessen az első. Olyan felesleges dolgokért hajlandóak az emberek rendkívül sok energiát áldozni, rendkívül sok pénzt áldozni, amelyek nem rendelkeznek túl nagy értékkel. Most például azt hiszem a 3-as iPhone volt az első, ami úgy beindult nagyon, ugye? Nem vagyok már annyira képbe ezzel. De ha megnézzük most ezt a telefont, hát nem tudom, 5-10 ezer forint körül biztos ér az a telefon. Nem? Sokkal többet nem ér, de még az is, akinek van, az inkább eldugja, mert már vannak már jobbak. De ha megnéznénk a legújabbat, most van a 6S, az fog megjönni, biztos lesz, hogy 250 ezer forint. Ha megnéznénk a kettő közti funkció különbséget, biztos, hogy megköveznének, akik ehhez nagyon értenek, de én nem látok nagy különbséget a kettő között. Mind a kettővel lehet telefonálni, mind a kettővel lehet applikációkat tölteni. Lehet, hogy az egyik 2 másodperccel lassabban tudja betölteni, vagy nem lehet ekkorára kinyitani a képet egy ilyen kis telefonon, de olyan funkciókkal gazdagodnak ezek a dolgok, amelyekre nem feltétlen van szükség, és az emberek ilyen felesleges dolgokkal töltik ki az életüket. Nincs nekem semmi bajom se a telefonokkal, semmi mással, hanem az, hogy mi az ember életének a középpontja. Mi az, amire az ember odafigyel, mi az, amire az ember odaáldozza az életét. Mert ha tudsz 250 ezer forintot fizetni egy telefonért, akkor lehet, hogy a gyerekednek nem kéne, mit tudom én, megvonni tőle a nyalókát, hanem adhatnál neki egyet. Mert sok esetben látjuk ezt, tapasztaltam már, hogy magának mindent megad az ember, de hogy spóroljunk, a családtól megvonjuk a dolgokat. Én véleményem szerint ennek nem így kéne működnie. És meg másik az, hogy adakozzunk. Hát miért nem kereste ő meg magának azt a pénzt? Én megkerestem, én dolgoztam meg érte. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Az, hogy hogy állunk hozzá a pénzünkhez, ez megint a mi döntésünk. És én hiszem azt, hogy nekünk a legfontosabb az, hogy a jó Istennel szoros és mély kapcsolatunk legyen, tudjunk növekedni, erősödni benne. Itt azt olvassuk a Róma 14-nek a 7. versében, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjon. Én erre szeretnék bátorítani benneteket. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És itt már nem annyira probléma a halál. Nem kell félnünk a haláltól, mert van valaki, aki odafigyel ránk. Van valaki, aki legyőzte a halált, van valaki, aki örök élettel ajándékoz meg bennünket, és ez megint csak a mi döntésünkön múlik. Döntsünk Isten mellett. Ragaszkodjunk Istenhez, mert az ő szeretete az, ami minket meg tud tartani, az ő szeretete által tudunk növekedni, és én tényleg azt hiszem, hogy közel van már az az idő, amikor az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, és annyira vágyom, hogy legyünk mi azok az emberek, akiket az Úr elragad magával.
Tudjátok, én hiszem azt, hogy közel az idő. Hiszem azt, hogy tényleg pillanatok alatt fog lezajlani, és azt is tudom, hogy lesz erre magyarázata a mai társadalomnak. De aki ismeri a Szentírást, annak tudnia kell, hogy Isten el fogja vinni az üvéit. A nagy nyomorúság elől. És nekünk nem kell más tennünk, mint felkészülünk erre, várjuk ezt, hogy Istennel találkozhassunk, és igyekszünk úgy élni, hogy akár élünk, akár halunk, az Úr Jézus szolgáljuk. És rájövünk arra, hogy mi a leglényegesebb az életünkben. És higgyétek el, még csak nem is a gyülekezet, még csak nem is a gyülekezeti szolgálat az, ami igazán lényeges, hanem az élő Istennel való személyes kapcsolat, de ezt úgy tudjuk legjobban megélni természetesen, hogyha közösségben vagyunk egymással, közösségben a családunkkal, közösségben testvéreinkkel, lakhelyünknek a lakosaival. Fontos dolog, hogy legyünk olyan emberek, akik valóban nagybetűsen élünk, nem csak vegetálunk, éppen még nem haltunk meg, hanem megéljük az életünket. Örömmel éljük meg az életünket, és én ezt kívánom mindannyiótoknak, kedves testvéreim, hogy éljük úgy az életünket, hogy annak minden egyes perce lehet öröm. Lehetünk minden egyes percért hálásak. Legyünk minden nap hálásak a feleségünkért, férjünkért, gyerekeinkért. Keljünk úgy fel, hogy hálásak vagyunk, hogy tudtunk aludni, tudtunk felkelni, tudtunk dolgozni. Ez mind kegyelem, ez mind Istennek az ajándéka, és ha így éled meg az életedet, minőségileg más lesz az életed. Boldog emberé tudsz válni. Legyél olyan ember, aki pozitívan látja a dolgokat, reménységgel tekint a jövőbe, és ha ezt tesszük, hiszem azt, hogy Isten az ő szeretete által megajándékoz bennünket egy olyan örömmel, amit sehol máshol nem lehet megtapasztalni, csak is Isten közelében, az Istennel való kapcsolatban. Én ezt kívánom mindannyiótok életére, hogy Isten így áldjon meg bennünket, viseljen gondot rólunk az ő szeretete által, és tudjuk úgy élni az életünket, hogy az teljes legyen és boldog. Amen. Nagyon köszönjük a tanítást. Egy gondolat volt bennem, amit szeretnék megosztani veletek. Tegnap voltunk a lányommal egy ilyen futáson a Melinda Parkban, és a tanítónéni, mert ez egy ilyen iskolai rendezvény is volt, a tanítónéni kérdezte, hogy hát a bátyát hol van, és mondja neki, hogy hát a Gyüliben a Royal Rangers-el. És akkor a tanítónéni meg ilyen furán nézett rá, hogy mi az a Gyüli? És mondta, hogy tudod tanítani, hát a gyülekezet. És hát én bennem is az a gondolat volt, amit a Szilárd is mondott, hogy sokak, akik ma először vagytok itt, néhány kifejezés fura lehet a számotokra, és szeretnék egy ilyen kifejezésre utalni, de most nem jut eszembe, a bizonyságtételről. Kedves Ferenc testvér beszélt arról, hogy az Úr közel van. Mi itt a Gyüliben szeretjük megélni az Istennel való kapcsolatot ilyen közelségben, a hétköznapjainkban, és ez azzal is jár, hogy Isten válaszol számunkra. Mi így vesszük. Amikor természetfeletti módon úgy látjuk, hogy beavatkozik az életünkbe, és ezeket mi bizonyság hívjuk. Ilyen bizonyságunk van többünknek, nagyon sok, és szeretnénk veletek megosztani két ilyen bizonyságot. Két testvérünk jelezte, hogy elmondaná. Gábor, megtennéd ezt? Utána pedig a Józsi. Üdvözlök mindenkit, Harkai Gábor vagyok. Egy olyan dologról szeretnék bizonyságot tenni, hogy az egyik kedves ismerősöm beteg, és lelkileg is, fizikálisan is, és az Úr szívemre helyezte, hogy el kellene hozzájuk menni imádkozni. Ez már nagyon régóta húzódott, meg ott volt a szívemen, de munka miatt hétvégén se úgy jött ez a dolog. Nem akart egyszerűen összejönni ez, hogy eljussak odáig. És olyan szerencsés voltam, hogy az Úr azért egyengedte az utamat, mert kedves Attilának az autója kicsit ropára ment, el kellett vinni, és ahogy beszélgettünk, akkor ötlött föl bennem, hogy az a kedves ismerős, akért már régóta akartam volna imádkozni, kiskerülővel, de nem messze onnan lakik, ahol visztük az autót, úgyhogy egész úton ezen gondolkodtam, letettük az autót, és akkor mondtam az Attilának, hogy én mondta az Attila, hogy menjünk hazafelé, mondom, egy picit kerülünk, volna egy ilyen dolog,
és elmentünk, és tényleg nagyon áldott volt a dolog. Mind a ketten imádkoztunk, és hiszem, hogy az Úr segítségükre lesz. Úgyhogy ezt akartam elmondani, hogy ha az Úr megszólít bennünket, akkor tegyük oda, menjünk és cselekedjük meg, amit kér. Ő segíteni fog abba, hogy eljussunk oda, hova kell mennünk. És nekem ez egy eléggé erőteljes bizonság volt már ott helyben, úgyhogy csak ezt akartam megosztani veletek. Köszönöm. Hú, amikor bizonyságot teszek, igazából az Úrnak tartozok azzal, hogy elmondjam azt, amit cselekedett velem és velünk, és ezt igyekszem élvezhetően és gyorsan csinálni, főleg ilyen közel az ebédhez és a vendégséghez. Ugye azt tudjátok, hogy lakás ügyletben voltunk. 15. július 25-én a munkahelyemen délelőtt internetet nézegettem. Főnököm nem nézi. Bizonyára valamilyen építőanyagra kerestem rá. És lényeg, hogy hát találtam 5 lakást, amit átlinkeltem a Nórinak. Hát ilyen nem tudatos lakásnézők voltunk, csak ilyen tudatalattiak. Azt jelenti, hogy így interneten nézelődtünk, úgy benne volt a pakliba, hogy ez esetleg jó lehet. És akkor most itt jön a Nórinak része, hogy elmondaná, hogy van egy társasház, ahol úgy megdobbant a szíve, hogy de jó lenne, hogy itt lenne egy földszinti nagy lakás, de társasházakban úgy sincs, meg hát földszinti, meg hát azt kifizeti meg. És ugye az 5 link között volt egy Árok utcai, ez az a lakás, amit kinéztünk. És a Nórinak megdobbant a szíve, mert lássanak csodát, abban a társasházban van egy, vagy azt a társasházat nézte, rákattintott, és akkor így picit elérzékenyült, és nagyon megörült annak, hogy itt van egy ilyen lakás. Ugye ezt ingatlanos honlapon néztük, Dona House, igen. És lényeg, hogy... Az volt még az érdekes a dologban, hogy ugye mi nem kerestünk annyira aktívan lakást, de aznap este 7 órakor már ott voltunk, és a házigazda mutatta nekünk be a lakását, szóval ez is jó volt, ha bár nem szép dolog, amit mondok, de ingatlanos nélkül sikerült a lakást megtekinteni. És másnap volt, hogy gyülekezetünknek ilyen hétvégéje, és akkor nagy boldogan mondtuk az örömhírünket, hát hogy mi kinéztünk egy lakást, ugye? Ez fantasztikus dolog. Ugye ez még annyira nem bonyolult része a dolog, vagy a dolgoknak, de hát mi így beleszerelmesedtünk, szóval úgy teljesen. Szóval mi annyi lakást néztünk, hogy interneten néztünk, de mi csak egyet mentünk megnézni, az ez. Azért hát ez itt kezdődik, hogy épp eszű ember nem így csinálja. Úgyhogy, na mindegy. Ugye, és akkor látta az úriember is, hogy nekünk is szimpatikus volt a lakás, amiket így beszélgettünk ezen a téren, hasonló érdekeink, hasonló az időzítés, hogy nekünk se annyira sürgős, neki is, és ugye stimmeltek a dolgok. Ugye ott volt akkor egy árkérdés, meg ugye van egy olyan kérdés a pakliba, hogy ugye mi lakásunkkal mi lesz. Szóval azt el kéne adni, ugye? És akkor itt foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon mi van előbb, a tyúk vagy a tojás? Ez egy örök dilemma, hogy először eladod a lakásodat és nézel egyet, vagy kinézel egyet és megpróbálod gyorsan eladni, vagy ezt hogy kell csinálni? Erre a választ nem tudom, de Istennel jó csinálni. És ugye hát megegyeztünk az úriemberrel, ez durván 2 hét alatt lezajlott júliustól, szóval ilyen augusztus elejével meg voltunk egyezve az árral, és ugye hát az ő kérés, ami teljesen jogos kérés, hogy hát a döntésüket ezt foglalóval kéne ugye jelezni, hogy mi milyen elhatározásra jutottunk, amivel ugye az volt a probléma nekem, vagy ilyen komoly lelki problémát okozott, hogy hogy teszek le én pénzt, ami nem is az én pénzem, úgyhogy az én lakásom még megvan, és akkor előtte mondjuk másfél héttel kezdtük el hirdetni, szóval tök 8. Már úgy az időzítés, hogy pénteken néztük ki, vasárnap tettük föl. És ugye akkor itt jött rengeteg változó, hogy mi elképzeltük, hogy mennyit ér a lakásunk, elképzeltük, hogy el kéne adni időbe, akkor elképzeltük, hogy jó ára kéne megegyezni, szóval elég sok mindent elképzeltünk, ami ugye ilyen picit reálbeállítottságú vagyok, az azt jelenti, hogy... hogyha túl sok változó van egy képletben, az engem úgy idegesít. És ez így ez már az a mennyiségű változó volt, ami engem már zavart. És hát azért ezt így talán jelezték is egy páran, de úgy magam is, szóval ezzel nem volt baj. És akkor úgy azt éreztem, hogy hát most én nem is tudom, hogy lesz ez, meg mint lesz ez. Persze úgy azért rengeteg kérdés jött, de azért úgy Isten mindig adott válaszokat. Szóval a csoktól kezdve, hogy kell, fölvehetjük-e, nem vehetjük, jaj, nem vehetjük, jaj, fölvehetjük, jó. Mindegy, szóval
Így állt a helyzet, és hát ugye foglaló lerakás az ilyen augusztus első két hetében. Akkor itt jött az érdekes dolog, hogy hát az egyik héten nekünk, az eladónak nem volt jó, ügyvédnek nem volt jó, nekünk nem volt jó. Jó, hát ez így elhúzódott odáig, hogy szeptember 3. hetében egyeztünk meg, hogy hát akkor tennénk foglalót. És akkor ugye mi az első két hetében nyaraltunk, és az egyik este feküdtem a feleségem mellett, ő már aludt, Abika is aludt, én nem bírtam aludni, hogy igen, és akkor így, igen, a változóktól is, meg sok minden más hatás is értés, hogy úgy, hát Isten nem terhelt ezt a dolgot teljesen, vagy én magam, nem tudom, inkább lehet, hogy én terheltem magamra. És úgy tényleg az volt benne, hogy Isten, jövő héten kéne úgy pénzt tennünk, hogy hát ez a lakás ez nincs eladva is. És hát, ja, volt két ajánlatunk rá, 2,5 milliós ajánlat, ami pont másféle volt. Kevesebb, mint amennyi nekünk szükséges ahhoz, hogy ne csak a bankokra támaszkodjunk. Szóval úgy tök jó, hogy nem volt annyira, szóval sok kérdőjel. Oké, jó, ott fekszek az ágyba, akkor tényleg az volt a szívemben, hogy oké, jövő hét csütörtökön van ez. Istenem, most ez nem tudom, én szerelmesedtem bele a feleségem ebbe a lakásba, vagy minnyáján, de tényleg ezt te rendezd el, hogy mi van, mert nem akarok úgy pénzt tenni, főleg nem az enyémet, hogy az bebukjuk. Azért ez egy nagy felelősség a családomat belerántani egy ilyen dologba, a döntést azt én fogom meghozni, szóval azért ez így probléma, és akkor a gyülekezetünkbe hirdetem, holnap reggel is van 6 órától ima alkalom, eljöttem ima alkalomra, és Isten úgy ott reggel rám terelte, hogy na, bőjt. Jó, oké, bőjtöljünk, szóltam a feleségemnek, ne főzzön. Vagyis már, hogy bőtölök, ők ehetnek. Szóval, de az volt az érdekes, hogy vasárnap az ő szívére is ráterhelődött, hogy én bőtöljek. Jó, oké. De ezt nem mondta el, csak utána. De hát ez is milyen csodálatos vezetés, ugye? Úgyhogy lényeg, hogy aznap már hétfőn jött egy megerősítés, jött egy magán érdeklődő, készpénz, minden nagyon jó, egyedülálló nő, hú, tök jó, hát ugye hogy alakítaná, hát ugye szakmámból kifolyólag én átrajzoltam az egész lakásunkat, szétbontottam, fölépítettem, elküldtem neki, hú, milyen jó lesz, másnap, hát mondta, hogy majd még egyszer jönne, de aztán rászólt, hogy akkor mégse jönne. Jó, oké, keddi nap, újra két ingatlanos, de hogy még hétfőn újra két ingatlanos fölhívott, nagyon jó, nem részletezem. De lényeg, hogy aznap este megint csak leültünk két ingatlanossal beszélni. Azt kell tudni, hogy nekem az is egy nagy csoda volt ebbe a dologba, hogy mire az ingatlanosokkal megtanultam kommunikálni, az egy idő az, hogy az érdekeidet tudjad képviselni. Szóval nincs bajom az ingatlanosokkal, sőt, végül ők adták el a házunkat, vagy a lakásunkat. Hopp, elmondtam. Mindegy. Szóval nincs ezzel probléma, csak ugye nem mindegy, hogy állsz ki a saját érdekeid mellett, és mondjuk volt a 4,8%-tól kezdve, ez a hétfői úremberrel 3,5% plusz áfába egyeztünk meg, azért nagyon nem mindegy, de egy, ez körülbelül mi lakásunk esetében ez 300 000 forintot jelent. Azért az nem kicsi pénz, szóval lényeg, hogy vele így egyeztünk meg, kedden hozott egy embert, megnézték, igen, csütörtökön lesz a foglalótétel, amikor mi foglaljuk, ezt elfelejtettem mondani, itt még a bőt tart. De igen, szóval kedden megnézték, és szerdán jött egy vételi ajánlat, egy papíros ingatlanon keresztüli vételi ajánlat, aminek azért van súlya, mert ugye tesznek mellé egy összeget foglaló jellegű értékkel, szóval azért nem úgy van, hogy hát én ezért adnék ennyit, hanem azért ennek már van anyagi fájdalma is, hogyha ő ebből visszalép. És én ezt hát egy nem kis csodának éltem meg, úgyhogy aznap volt a Zámbori Soma itt, és a Zámbori Soma alkalma után föl is törtem a bőtömet az itt lévő pogácsákkal. Lehet, hogy ezért készültetek 100 emberre. Úgyhogy, szóval lényeg, hogy én ezt nagyon Istennek a szabadításának éltem meg, hogy a csütörtökön lévő előszerződés és foglaló tétel előtt jött egy olyan ajánlat, ami tökéletes volt. Természetesen nem fogadtuk el, vasárnap leültünk beszélgetni, de Isten úgy rendelte ki azt az összeget, amit szerettünk volna, hogy április 31-ig még a saját lakásunkban lakhatunk, az is benne van, belealkottuk. Szóval egy nagyon jó lehetőséget kaptunk. Hozzáteszem, ez a dolognak még nincs vége, még januárban hitelügyintézés, meg minden, de bízunk benne, hogy Isten ott is mellénk fog állni. Ezt a dolgot azért is mondtam el, mert kétszer is imádkoztunk legalább itt a gyülekezetbe az Isten tiszteleten azért, hogy Isten oldja meg a mi problémánkat, és megtette. Még két igen érdekes dolog kapott mindenki ígét az úrvacsora alatt. A feleségem is húzott egyet, meg én is. Isten érdekes. Az egyik ige ez így szól.
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Ezt húztam én, ezt húzta Nóri. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akiket Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Ez most itt délelőtt volt. Isten még arra is figyelt, hogy Nóri jobban szeret az új fordítást, én pedig a Károlit. De ugye ez pont ugyanaz az ige. Hát ez egyrészt szól a múltra is, meg szól arról is, hogy hozzátartozik a bizonyságra, hogy a tegnapi nap Nórit has-hasba rúgta, vagy egy labda eltalálta, a kucsink nem indult, szóval nem úgy állok itt, mint akinek minden zöld uta van, de azt írja az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. Nincs más hátra, mint előre. Néhány hirdetésünk van a gyülekezeti alkalmakkal kapcsolatban, amik mindjárt ki lesznek vetítve a mögöttem levő falra. Hívlak benneteket ismeretlenül is ezekre az alkalmakra, illetve van egy alkalmunk, ami kifejezetten olyanoknak szól, akik még nem tagjai a gyülekezetnek. Ez egy vendégszolgálatról szól. Dr. Molnár Róbert jön közénk szerdai nap. Ő Kübekháza polgármestere, és hát sok mindenről fog beszélni. Valószínű, hogy fog beszélni a határon kialakult helyzetről, illetve fog beszélni arról, hogy az ő élete miben lett más azóta, amióta Istennel jár, Istennel kapcsolatban van. Bátorítak benneteket, hogy gyertek el szerda este 6 órára. Ez nagyjából egy 2 órás időtartamot vesz igénybe az ezt követő pogácsázással együtt. Találtok ott a technikus pultnál meghívókat, abban további információkat is találtok. Illetve ami nagyon-nagyon fontos részünkre, és szeretnénk, hogyha nektek is fontos lenne, hogy az alkalom regisztrációhoz kötött, és ezt az interneten tudjátok megtenni a jezusel.hu oldalon. Bátorítalak benneteket, hogy minél többen gyertek el, hívjátok el a barátaitokat, ismerőseiteket. Azért is tegyétek ezt meg, hogy átéljétek azt, hogy milyen az az érzés, amikor az Isten közel van hozzánk, hogy kialakuljon ez az isteni közelség a ti életetekben is. Isten áldjon meg benneteket, illetve hirdetném még, hogy a Móni és az Attila szeretettel vár mindenkit, a gyülekezet tagjait is, egy kis szeretett vendégségre itt kint a gyülekezeti előtérben. És Isten áldását kívánom mindannyiótok számára. Én is akartam bizonyságot tenni, de elment az idő, úgyhogy aki érdekel, jövő vasárnap jöjjön el, és akkor el fogom mondani.